Whoa, yeah! Barry Allen, a világ leggyorsabb embere. I'm not getting faster, am I? Well, no. Filmvásznon most láthattuk először, és a rajongók oda-vissza vannak érte. Na de tudjátok, hogy kiért vannak még oda-vissza? Azért a Flashért, aki már 4 éve a TV képernyőt koptatja. A rajongók már háborúztak ezelőtt, hogy Ezra Miller Flashét láthattuk volna. Nos, én azért vagyok itt, hogy véget vessek a háborúnak, és a szempontjaim alapján el tudjuk dönteni, ki is a jobb. Még az elején le kell szögeznem, hogy őket összehasonlítan olyan, mintha a DC és a Marvel filmeket állítanánk egymás mellé. Az egyik már több éve pályán van, a másik pedig csak most kezd el befutni. Na de lássunk is neki. Az első szempontom a színészek lesznek. Először vizsgáljuk meg, honnan is jött ez a két illető. Grant Gustin egy 90-es születésű srác, akinek a legnagyobb szerepe ez a sorozat, illetve ezelőtti szerepei maximum a Glee-ben volt ilyen sikeres. Ezen kívül szinte semmi említésre méltót nem tudok felhozni az ő pályafutásából. Max annyit, hogy énekel néha. Ezzel szemben ott van nekünk Ezra Miller. Ő kisebb filmekben vállalt eddig kisebb-nagyobb szerepeket, illetve nem olyan régen beválogatták Harry Potter univerzumba, és most már főszerepe van egy nagy szuperhős filmben. Tehetségüket nem nagyon firtatnám, Grant úgy, ahogy jó, bár látszik néha, hogy nagyon sokszor ezt az érzelgős tudjátok, mit akarják kihozni a karakteréből, és ahhoz nagyon ért. Aztán ott van Ezra, aki Barry Allen humoros oldalát is ki tudta hozni a karakterből, plusz nem csináltak belőle tini beállványt. Ne menjetek fel Tumblr-re, gyerekek! I'm the Flash! A második szempontom a karakterük. Barry Allenről nem szeretnék sokat mesélni, van róla videónk, ha érdekel, de most azt szeretném megnézni, melyikük adja vissza jobban a hőst. Grant Gustin az, aki kinézetre is jobban hasonlít rá. Egyszerű feszülős ruha, alapszőke haj, magasnak is magas, és úgy, ahogy azt a lazább, de mégis komolyan vehető hőst láthatjuk benne. Ezra ezzel szemben egy kicsit más. Az ő karakterét picit újra gondolták, az, hogy nem úgy néz ki, az csak egy dolog, oké, ez nem bűn, de a ruha az, ami talán kicsit érdekesebb lehetett ilyen szempontból, illetve mint Barry Allen is furcsa volt. Itt ugye kb. Semmit nem tudunk meg az eredetéről, illetve hogy mint Barry Allen mit kezd magával, de jelenben a korai Flashre nagyon hasonlít. Mindennel humorizál és kb. Semmi felelősségérzet nincs rajta, ami talán a film során megváltozik. Illetve arról, hogy mit tett a liga előtt. Egy-két szövegében elmondja, hogy csak piti bűnözőkkel volt dolga, és az öngyilkos osztagban láthattuk elkapni Boomerang kapitányt, akivel feltételezhetőleg van közös múltjuk. Az tök jó, hogy ti szerettek bunyózni meg mindent, de én nem vagyok verekedős. Én csak meglökök embereket, aztán lelépek. Következő szempontom a kinézetük. Nos, szerintem egészen szembetűnő, hogy izomzatilag egyikük sincs a toppon. Talán ez egyedül Granten látszik meg a feszülős ruha miatt. Mikor a sorozat indult, elárulta, hogy úgy, ahogy edzeget, aminek az eredményét mai napig nem láthatjuk. I was leading up to it and I'm still training, but now, yeah. I mean, we've got the shooting schedule where it's every day, all day, so I mean, I've always been pretty active, yeah. And I'm just kind of trying to keep that up as we're shooting and training harder on the weekends and whatnot, but yeah. Twitteren elküldött mindenkit az anyjába, akik azzal cseszegették, hogy izmosodjon meg. Az ő ruhája az, ami eddig a leghűbb a képregénybeli önmagához. Feszül meg minden oké, Max, ami itt szembe tűnik, az Grant tartása. Hájan görbe, mint én. Aztán Ezra kicsit eltér az eredeti elképzeléstől. Önmagában a srác nem túlságosan hasonlít Barry Allenre, a ruha is inkább páncélzat, ami nem rossz az ő esetében, ugyanis egy kevéske műzmó dob pálcik a testére. Akkor most beszéljünk a csapatról, mert ugye mindkét Flashnek van egy csapata. Oké, most az a dolgunk, hogy döntsünk pár Z-kategóriás hős és az igazság ligája között. Szerintem nem lesz nehéz dolgunk. Nos, szerintetek melyik Flash volt a jobb és miért? És a miért alatt azt értem, hogy indokoljatok is, mert ezt sokszor kihagyjátok. Értekezéseiteket kommentben várjuk. Ha tetszett a videó, tudjátok mi a teendő, nyomjátok meg a csengőt is, és Instagramunk is van, szóval ott is lehet követni bátran. Legközelebb találkozunk. Egyedül nem küzdünk. Együtt szállunk harcba.